Komárom-Esztergom megye 2021 nyarán is várja a fiatal munkavállalókat. A program lehetőségeiről, idei változásairól a nyári diákmunkaprogramban szintén résztvevő komáromi Brigíció gyógyfürdő előtt tartottak sajtótájékoztatót június 7-én. Dr. Kans Csaba, a kormány megbízott, ismertette, hogy megyénkben minimálisan 830 diák nyári foglalkoztatására nyílik lehetőség a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban. A program július 1-e és augusztus 31-e között zajlik, a cél pedig az, hogy a 16 és 25 év közötti diákok tudjanak nyári munkát végezni. Elsősorban a tapasztalatszerzés, a nagyon fontos, hogy az első munkatapasztalata meglegyen a diákoknak, tanulóknak. Aki már a korábbi években ilyen programokban részt vett, az természetesen ezzel a tapasztalattal már rendelkezik, őket is várjuk nagy-nagy szeretettel. Nagyon fontos, hogy jelentkezni kell a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán, ott egy jelentkezés-regisztráció történik, és aki ezt megtette, azt tud bekapcsolódni a programba. Tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal is rendelkezni kell, hiszen benne van a programban is, hogy ez egy diák munka, ide a diákokat várjuk. Nagyon fontos még elmondani, hogy hol van lehetőség munkát vállalni. Egyrészt az maguknál, az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzatok alaptevékenységébe tartozó olyan intézményeknél vagy gazdálkodó szervezeteknél, amelyek ezeknek a kritériumoknak megfelelnek. El kell mondjam, hogy ezek a legnépszerűbb álláshelyek, hiszen ha csak itt a fürdőre nézzünk, a komáromi fürdőben, gyógyfürdőben is az előző években sokan vállaltak munkát. De természetesen a hivatalokban is van erre lehetőség, illetve egyéb önkormányzati intézményekben. És amit a komáromi vállalkozások számára szeretnénk üzenetként közvetíteni, hogy van három olyan tevékenységi kör, nevezetesen a vendéglátás, a turizmus, illetve a mezőgazdaság, ahol szintén van lehetőség arra, hogy a diákok dolgozni tudjanak. Itt nagyon fontos, hogy ellentétben az önkormányzati foglalkoztatással, itt 75%-a a munkabérnek, amit az állam megtérít, az önkormányzati foglalkoztatás esetén ez 100%. Tehát felhívom a városban, a térségben tevékenykedő vállalkozások figyelmét arra, hogy van lehetőség arra, hogy nyári diákmunkások segíteni tudják az ő munkájukat. Dr. Molnár Attila, a Komárom polgármestere kifejtette, kettős célt is szolgál ez a program, ugyanis a fiatalok belekóstolhatnak a munkavilágába, illetve saját maguk által megkeresett jövedelemhez juthatnak, mely így értékesebb számukra. Mi készen állunk erre a programra, én is arra biztatom a diákokat, hogy ezt vegyék igénybe, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog kettős célt is szolgálat. Sokkal többet, de kettő fontos, amit kiragadnék. Az egyik, hogy ugye egyrészt plusz jövedelemhez tud jutni a diák ez alatt az időszak alatt, a másik pedig, hogy ugye megismeri már a munkavilágát itt a mindennapok területén, terén, mert az sem egy elhanyagolható szempont, tehát mindenképp egy nagyon fontos eleme ez, azt gondolom, a kormányzati programnak, ami a nyári diák munkára vonatkozik, úgyhogy arra biztatom a diákokat, hogy jöjjenek és válasszák ezt a lehetőséget, ami Komárom városát illeti, bár ez úgy gondolom, hogy talán ország kritérium az idén, de mi úgy hirdetjük meg a helyeinket, hogy csak szabadtéri, tehát hogy csak szabadtéri munkahelyre várjuk majd a diákjainkat, pont a járványhelyzet miatt, amit jó lenne ugye mindenképpen legyőzve tartani, de azért az óvatosság meg a biztonság mindannyiunk számára fontos. Tehát éppen ezért elsősorban ilyen munkahelyeket fogunk tudni ajánlani a diákjainknak itt a városban. Egyébként ez több mint 60 főt jelent, akit fogunk tudni foglalkoztatni az önkormányzat égisze alatt. Azt is el szoktam mondani, és ez is talán egy fontos üzenet kormány megbízott úr számára is, hogy amennyiben a rendelkezésünkre bocsátott létszámkeret betelne, tehát mi, mint önkormányzat nyitottak vagyunk arra, hogy akkor plusz saját forrásból, de még tudunk felvenni diákokat, tehát nyugodtan biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek és használják ki ezt a lehetőséget, mert tényleg egy jó és fontos programról van szó. Nézzük, hogy hol lehet dolgozni a városban, Komáromban. A Brigíció gyógyfürdő, nem véletlenül vagyunk itt, mert az egyik legnagyobb foglalkoztató,
csúszda, gyermekmedence felügyelet, beléptetés felügyelet, kertészeti feladatokra várja a diákokat. Magam is dolgoztam itt még a 80-as évek végén, úgyhogy jó munkahely, javaslom mindenkinek, hogy jöjjenek és vegyék igénybe. A Városgazda Kft-nk is, ugye elsősorban parkgondozási feladatokra, sportlétesítmények környezetének a rendben tartására, a Klapka György Múzeum egy nagyon érdekes régészeti leletanyag tisztítására vár diákokat. Tényleg azt gondolom, hogy főleg, hogy az ELTE régészeti tanszéke ide fog költözni, ugye Komáromban volt mezőgazdasági kombinát épület együttesébe a Brigéció látogató központba, ez is egy vonzó nyári munka lehetőség lehet. Városmarketing Kft-nk és a Turinform irodánk szintén itt a gyógyfürdő területén belül a város népszerűsítő anyagokat fog majd kínálni az ideérkező vendégeknek. Erre kérjük a diákok közreműködését, és ami szintén azt gondolom, hogy vonzó lehet sokaknak, ez a Monostori erődnek a szintén a foglalkoztatása, ahol részben kertészeti feladatokra, könnyű karbantartói munkákra, de ami a legfontosabb, hogy rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokra is várja a diákokat, és köszönjük még egyszer a lehetőséget, és tárt karokkal várjuk a diákokat a nyári munkára. Radics Török Tímea, a Brigéció gyógyfürdő ügyvezetője emlékeztetett, hogy a gyógyfürdő már évek óta részt vesz ebben a kezdeményezésben, és örömmel beszélt arról a sikerről, hogy az egykori diákok közül vannak olyanok, akik már teljes munkavállalóként dolgoznak náluk. Sokféle munkafolyamat zajlik egy ekkora létesítménynél, a medenceőri feladatoktól kezdve az adminisztrációs feladatokon át egészen a portaszolgálatig, mely köszönhető egyrészt a hatalmas területen való elhelyezkedésünknek is, mondta az ügyvezető. Nagynézölde Mónika, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője felhívta a figyelmet, hogy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain várják a jelentkezőket. Fontos, hogy a regisztrációra okmányaikat és diákigazolványukat hozzák magukkal az érdeklődők. Megyénkben a foglalkoztatási osztályok ügyfélfogadási időn kívül is, így hétfőtől csütörtökig naponta 8 és 16 óra között, illetve pénteken 8 órától délután fél kettőig várják a programra jelentkező fiatalokat, tette hozzá.